Szekszárd önkormányzata a nyári szezonra 6 szökőkutat hozott üzemképes állapotba, melyek közül 2-t a Béla téren, 2-t a Szent István téren és egyet-egyet pedig a Garai téren és a Liszt-Ferenc téren működtetnek. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, a megfelelő látvány kialakításához elengedhetetlen, hogy üzemeljenek a belváros szökőkútjai. Mi úgy döntöttünk a lehetőségeink számbavételével, hogy a szökőkutakat az idei évben június 1-től üzemeltetjük, természetesen tekintettel arra, itt anyagi lehetőségek számbavétele és a másik része, hogy a Pünkösdi Fesztivál esemény sorozata most kezdődik péntekkel a városban, és ezzel is hozzá szeretnénk járulni a szebb városképnek a kialakításához. Mint minden látványelemhez hasonlóan, ezeknek a kutaknak az üzemeltetése is költséggel jár. Ez havi szinten 1,1 millió forintba kerül a városnak. Gyakorlatilag folyamatos karbantartások és fenntartási költségek merülnek fel a technikai oldalról. A 2021-ben vezérlések cseréjére 3,3 millió forintot költöttünk, és 2022-ben a tervezett gépészeti felújításoknak a költsége az 3,6 millió forint lesz. Az előző évekhez képest jelentős áremelkedés történt az elektromos áram és a kutak működtetéséhez szükséges alkatrészek terén is, így azok csak júniustól üzemelnek.